Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket mai online sajtótájékoztatónkon. A béremelésről, a minimál béremelésről, általában az emberek bérének emeléséről nem kell nemzeti konzultációt indítani. Nem kell súlyos milliókat elkölteni arra, hogy megkérdezzük az embereket, hogy van-e szükségük több pénzre. Tudjuk, látjuk. Nem csak a válság viselte meg a háztartásokat, a családokat, hanem egyébként is jellemző módon a magyar minimálbér az egyik legalacsonyabb az Európai Unióban, a Visegrádi négyek között is sereghajtók vagyunk. Tehát a miniszterelnök ne nemzeti konzultáljon, ne a horizonton lássa a minimálbér emelést, hanem azonnali emelésre van szükség. Erre az MSZP-nek van javaslata a minimálbér adómentessé tétele. Ezt a törvényjavaslatot benyújtottuk, csak arra várunk, hogy hívjanak össze egy rendkívüli parlamenti ülést, ahol a 133 bátor ember ezt megszavazza. De ha már minimálbér emelésről beszéltünk, Felteszem a kérdést a miniszterelnök úrnak, hogy mi lesz azokkal, akik a legkevesebbet keresik? Mi lesz a közmunkások bérével? Ha valóban tudná, hogy milyen bérből, fizetésből élni, akkor nem lenne kérdés számára, a miniszterelnök számára, hogy ne csak a horizonton lássa a minimálbért ne csak a horizontolásra a béremelést, hanem azonnal lépjen és azonnali segítséget nyújtson. Egyszerűen gyalázat az, amit például a közmunkásokkal csináltak. Hosszú éveken keresztül vártak a béremelésre, és mennyit kaptak havi 2000 forintos emelést? Az napi 71 forint. Kettő darab tojást nem lehet belőle venni. És igen, ez a fizetés és a növekmény szemmel nehezen látható annak az embernek, aki a sajtóhírek szerint 10 milliárdos összköltségű főúri kúriát épített magának a 60 pusztai birtokán. Sőt, fideszes körökben ennyi pénzért már le sem hajolnak. Mészáros Lőrinc például percenként ennek úgy a hatszorosát keresi meg, kb. 351 ezer forintot percenként. Mi az MSZP-ben azt gondoljuk, hogy ahogyan a minimálbér emelésről, úgy a közmunkások bérének emeléséről sem kell konzultálni. Mert az nem kérdés, hogy olyan fizetést kell biztosítani, amiből meg lehet élni. Nettó 56 ezer forintból nem lehet megélni. A Fidesz emellett pedig még megalázóbb helyzetbe hozza a közmunkásokat, amikor nem egyformán kezelőket a munkatörvénykönyvébe, nem egyformán kapják meg azokat a védettségeket, azokat a munkavédelmi dolgokat, amit egyébként a piaci szférában dolgozók megkapnak. Ne tegyenek különbséget munkavállaló és munkavállaló között. Az MSP szerint a megélhetést nyújtó minimálvérre szükség van, aminél a közmunkások bére nem lehet alacsonyabb a közmunkások bérét fel kell emelni a minimálbér szintjére, amelyet pedig adómentessé kell tenni. A kormánynak most már megvan minden eszköze, hogy ezt a döntést meghozza. Azonban ismerjük a Fideszt, ezért a dolgozók számára a garanciát ebben az ügyben is a 2022-es kormányváltás fogja jelenteni. Mert az MSP, ahogyan azt a kormányváltást, korszakváltás programjában megígérte, előválasztási programunkban megígértük, 2022 után adómentessé tesszük a minimálbért, és a közmunkások bérét felemeljük a minimálbér szintjére. Véget kell vetni annak a korszaknak, amiben 99% dolgozik, adózik azért, hogy az 1% urizálhasson, és a gazdagodása biztosítva legyen. Véget kell vetni a dolgozói szegénységnek, és el kell kezdeni a felzárkóztatást a magyar alacsony munkabérek tekintetében. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak!